Mi a helyzet a Fridládával? A Biblia azt írja Jeremiás könyvében, hogy Izraelből Babilonba vittek minden kanalat, serleget, meg mindenféle apróságot, fel is van sorolva. Aztán Esdrás könyvében felsorolja a sok apróságot, amit visszavittek, késeket, meg ezüstöt. Miért nem említi Jeremiás a Fridládát? A Krónikák könyvében az áll, hogy Uzzia hatalmas hadigépeket építetett az őrtornyokra, nyilak és kövek kilövésére, óriási hajítógépeket. Ott voltak a falakon azok a hadigépek, elmés masinák, amiket okos fickók építettek. Mehetett bárki a város ellen, az követ kapott a fejére. Nos, Nebukadnezár meg akarta támadni Jeruzsálemet, el akarta foglalni a várost, de nem akarta, hogy a katonáit eltalálják ezekkel a kövekkel. Úgyhogy kiszámolták, milyen messzire repíthetik a masinák a köveket, és halat emeltek a hajítógépek hatósugarán kívül. Falat építünk a város köré, és szépen kiéheztetjük őket. Az ostrom megkezdődött, és az Ószövetségben elolvashatják, mi lett a vége. Jeremiás azt írta, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel büntetem azt a népet, amely nem szolgálja Nebukadnezárt. Isten utasította Jeremiást, hogy mondja meg mindenkinek a városban, hogy adja meg magát. Ezek a srácok fognak győzni, ti pedig, mert ti rosszak voltatok és gonoszak, és az a büntetésetek. Ne harcoljatok, menjetek velük. Legyetek a rabszolgáik, de a király azt mondta, azt már nem, harcolni fogunk. És lemészárolták őket, vereséget szenvedtek. Jeremiás tudta, hogy nem győzhetnek, mert Isten megmondta neki, hogy veszíteni fognak. Ezért fogta a Fridládát és a templomhoz tartozó holmikat, és kivitte a városon kívülre. Van egy alagút, Jeremiás átjárója, amit több helyen beomlott. Richard Reeves, Ron Wyatt egykori munkatársa évek óta dolgozik az alagút kiásásán. Egyes részei ma is járhatóak. Jeruzsálem alatt egy rakás alagút van. Egy egész város lapul a város alatt. Ki tudja, mi mindent találtak már ott. A Fridládát és a templom felszereléseit tehát a városon kívülre vitte, de nem az ostromfalon kívülre. A hely, ahová a nyíl mutat, a Golgota, ahol Jézust megfeszítették. A sírkert itt van. Jártam ott pár évvel ezelőtt. Hát, az valami hihetetlen volt. Ha lehetőségük adódik elmenni a Szentföldre, menjenek el. Jeremiás barlangjában ma banánt tárolnak. Egy pár muzulmán tulajdonában van, és eladásra váró gyümölcsöt tárolnak benne. Jeremiás barlangjában, amit itt láthatnak, ez itt mind a Koponyahegy, ahol Istvánt halálra kövezték, a sírkert, Jézust itt feszítették meg, és egy közeli sírba temették. A megfeszítés helyéről egyébként kicsit bővebben fogunk beszélni. Ron Wyatt, aki 1999-ben halt meg, ezen a területen végzett ásatást. A missziónktól az összes felfedezéséről kaphatnak anyagot. Szerintem csak két helyen árulják a DVD-t, Ron honlapján és a miénken. 5 DVD is mind elképesztő. Ron azt mondta, hogy Jeremiás barlangja környékén ásott, és megtalálta a keresztre feszítés helyét, és egy kis barlangot is. Egy muzulmán barátja segített neki az ásatásban. Bepréselte magát ebbe a kis üregbe, ásott egy ideig, aztán hirtelen kimászott, és kiabálni kezdett, hogy nem csinálom, nem csinálom, és elrohant. Úgyhogy Ron ment le az üregbe. Órákon keresztül mesélte nekem, hogy mit talált odalent. Azt mondta, ha valaki más mondta volna el nekem, nem hittem volna el, de velem történt, és tudom, hogy a hazugok is a kénköves tóba kerülnek. Személyesen ismertem Ront, szerintem jó ember volt, Isten helyében én is hagytam volna, hogy megtalálja azt, amit megtalált, mert nem a saját dicsőségét kereste. Istent akarta dicsőíteni, sok keresztény szerint Ront tévedett. Elég csak megemlítenem a nevét, és rögtön megkapom magamét. Ezzel a témával is foglalkozunk, a teremtéstudomány, Válasz a kritikusoknak című videósorozatunkban. Szóval Ron bepréselte magát az üregbe, és egy kicsi, úgy 120 cm magas barlangot talált. Több dolgot látott odalent, például az aranyasztalt, amit a zsidók 3000 éve készítettek, és a frigy sátorban tartottak. Jeremiás rejtette el ott, és építette elé egy falat. És volt egy láda, amit kőből véstek ki. Ron szerint a fedele össze volt törve. Oda ment, és megnézte a fedelet. Nem látott bele a ládába, mert a mennyezet túl alacsonyan volt. De a kőládán látott valami anyagot, ami megszáradt ketchupra emlékeztette. Ron szerint vér volt. A kőláda felett a barlang mennyezetén is rést látott, ami felért egészen addig a helyig, ahol Jézust megfeszítették, 6 méterrel feljebb. Ezt Ron állította.
Én nem láttam, de vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez valóban így van, én nem tudom, de biblikusnak tűnik. Jézus meghalt a kereszten, a vére pedig a kegyelem trónusra, a Fridláda tetejére folyt, ahova a vérnek folynia kellett az áldozatok bemutatásakor. Azért volt ott, mert Jeremiás 600 évvel korábban oda rejtette. Uzzá kigyújtotta a kezét, hogy megfújja a ládát, Isten pedig megölte. Amikor Ron közölte a zsidó hatóságokkal, hogy itt van a Fridládátok, azt felelték, ó, mi az nem nyúlunk, most is ott van, arra várva, hogy megépítsék az új templomot. Akkor majd kiveszik onnan és behelyezik a templomba. Látogassatok el Ron honlapjára, és beszéljetek Richarddal.